Köszönöm szépen, Katona, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ismét találkozhatunk. Nem tudom, a tanács milyen gyakran szokott ülésezni. Én azt hiszem, hogy évente egyszer kapok meghívást. Ha gyakrabban hívnának, lehet, hogy gyakrabban is jönnék, de hivatlanul az ember nem érkezik, viszont minden év végén egyszer muszáj összejönnünk. Legutóbb is így tettünk, ha jól emlékeznek rá, mert az évzárás az, mint a családi kasszáknál, vagy a cégkasszáknál szokott lenni, az a költségvetésnél is egy fontos pillanat. Ma akkor derül ki az igazság. Egész addig mindenki azt mond, amit akar, meg mindenfajta előrejelzésekkel hitegethetjük magunkat meg egymást, de amikor közeledik az év vége, akkor kasszát kell csinálni, és akkor kiderül az igazság. Ez valamikor kellemetlen, és valamikor kellemesebb. Ugye tavaly, ha fölidézzük, hogy hogy is volt tavaly, akkor az egy kellemesebb beszélgetés volt, egy nagyon nehéz beszélgetés, de kellemes beszélgetés volt. Ugye akkor arról kellett döntést hoznunk, hogy miután ugyan a gazdasági növekedés nem érte el a 3,5%-ot, ami egy nyugdíjprémium lehetőségét kinyitotta volna, viszont a 3%-ot azt megközelítette, és volt is pénz a kasszában, és akkor az volt a kérdés, hogy hogyan részesüljenek ebből a nyugdíjasok, emlékeznek erre a vitára. És akkor jött az a javaslat, hogy az Erzsébet utalvány rendszerén belül karácsony előtt legyen a nyugdíjasoknak egy juttatása. És akkor itt egy nagy vita volt arról, hogy ez helyes vagy nem helyes, mit fognak gondolni a nyugdíjasok, készpénzbe kell-e adni, vagy utalványba, egyáltalán hogy viszonyuljunk ehhez a helyzethez. És talán arra is emlékeznek, hogy én az óvatosak közé tartoztam akkor is, meg általában is, talán ez a miniszterektől elvárható, hogy óvatos duhaj legyen, és én inkább féltem a dologtól, bár örültem a lehetőségnek, de hogy mit fognak szólni egy új dologhoz a nyugdíjasok, hiszen a közfelfogás szerint a nyugdíjas és az újszerű megközelítés az nem ugyanabban a dosszéban helyezkedik az ember fejében, és az ember azt gondolja, a nyugdíjasok a már járt utat, az ismert módszereket szeretik, és tavaly egy új dolgot vezettünk be, hogy fogják ezt fogadni. Ez volt a kérdés. És akkor a nyugdíjasok azok bátrabbak voltak, mint én, akik jelen vannak, és azt mondták, hogy próbáljuk csak meg. Volt ugyan, aki azt mondta, hogy ezzel kockázatot vállalunk, mert ez egy újszerű dolog, és utána nem tudjuk, hogy fognak hozzá viszonyulni a nyugdíjasok. Oly sokszor fordult, mert az ember jót akart, és végül aztán rosszul fogadták. Tudnék megemlíteni egy ilyen eseményt, talán van, aki emlékszik még rá valahogy, hogy is lehetett ez 99-ben. Az első kormányunk alatt, amikor megkérdeztük a nyugdíjasokat, hogy szerintük mi van az igazságos nyugdíjemelés, hogy mindenkinek azonos százalékos arányban, vagy például kicsiket jobban. És akkor a nyugdíjasok azt mondták, kisebbeket jobban kell emelni, mi ezt csináltuk, és aztán leharapták a fejünket a nyugdíjasok, mondva, hogy micsoda igazságtalanság, hogy így beleavatkozunk a nyugdíjrendszerbe. Szóval nehéz úgy jót tenni, hogy közben mindenki úgy érezze, hogy nem csak jó történt, hanem helyes dolog is történt, tehát az igazság érzetével is találkozzon. Nekem ez a tanács azért fontos, mert amikor évzárás van, akkor fontos, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek igazságosak, és amelyek a nyugdíjasok felől is tesztelik azokat a javaslatokat, amelyeket egyébként a pénzügyesek vagy éppen a kormányzati vezetők fogalmaznak meg. Nos, tavaly is elmondtam, idén is szeretném ezt megismételni, bár sokan vannak, akik nem emlékeznek erre, mert 7 év az hosszú idő, hogy ugye 2010-es választást megelőzően mi kötöttünk, tehát a most kormányzó politikai erők kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, szóval így fogalmazom a nagy szóresz idején, hiszen 2010-ben sok minden volt, csak pénz nem. És akkor azt a megállapodást kötöttük, hogy mi teszünk egy kísérletet, hogy a megszorításokra épülő gazdaságpolitikának véget vetünk, amit a elődeink minden gazdasági válság egyetlen lehetséges kezelési módszereként könyveltek el. Tehát a megszorításoknak véget vetünk, megpróbáljuk növekedési pályára állítani az országot. Azt reméljük, hogy a növekedés az megteremti a nyugdíjak érték megőrzésének pénzügyi alapjait, és meg fogjuk őrizni a nyugdíjak értékét. Ez ma már nem tűnik valami lovagias és nagyívű megállapodásnak, de 2010-ben, amikor a megelőzőben folyamatosan nyugdíj értékvesztés történt, ez egy komoly dolog volt. Úgyhogy szeretném ezt fölidézni, mint az együttműködésünk egy fontos pillanatát, hogy amiben 2010-ben megállapodtunk, hogy a nyugdíjak értékét meg fogjuk őrizni, azt szerintem az elmúlt 7 évben sikerült tartanunk. Sőt, hogyha jól megdörzsölöm, a számokat alaposan kívülről, belülről megnézem, akkor talán a nyugdíjak érték növekedése szerény, de kimutatható érték növekedése is megkockáztatható, hogy megtörtént. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nyugdíjasokkal kötött megállapodások azok eddig teljesültek, és ez jó reményt ad a mai megbeszélésre is.
Még egy megjegyzést szeretnék tenni a konkrétumokat megelőzően. Én jól emlékszem erre a bizonyos megszorításos időszakra a 2010 előtt, mert ugye a megszorítások azok valahogy Magyarországon együtt szoktak járni az eladósodásra. Az ember azt gondolná, hogy amikor megszorításos politika van, akkor legalább az államadósság csökken, de 2015 az volt, hogy megszorítás is volt, meg államadósság növekedés is volt. És az én tapasztalatom az volt, hogy az időseket leginkább ez zavarta, ami egy furcsa jelenség azért, hiszen az időhorizont, amiben a jövőt elgondolják az emberek, azok nemzedékenként változnak, és nem a nyugdíjasoké a leghosszabb. És mégis az államadósság szempontjából a nyugdíjasok voltak minden alkalommal azok, akik leghangosabban szólaltak meg, hogy ez nem helyes dolog. És sokat gondolkodtam azon, hogy ez miért van így, és most, amikor az államadósság csökkent, fontos, hogy a nyugdíjasoknak én ezt elmondhassam, hogy én úgy láttam, hogy ezt egy becsületbeli problémának látják a nyugdíjasok. Tehát, hogy azok, akik mondjuk a második világháború után, meg a iszonyatosan nehéz 50-es években képesek voltak arra, hogy a semmiből az országot újraépítsék, és a saját lábára, csak azok nem értik, hogy most, amikor a dolgok jobban mennek, akkor hogy nem képes a fiatalabb nemzedék arra, hogy államadóság nélkül működtessen egy államot, amit ők nem egyszerűen csak működtettek, hanem a semmiből építettek újjá. Tehát az államadóság az én tapasztalatom szerint az a nyugdíjas nemzedék számára egy becsületbeli dolog, egy hitvány dolog, hogy az ember nem a saját lábán áll, hanem valaki másnak a pénzén próbál megélni. Úgyhogy én szeretném azért, bár a nyugdíjemeléshez ez közvetlenül nem kapcsolódik, de mégis szeretném aláhúzni, éppen emiatt a tapasztalatom miatt, hogy az államadóság nemzeti össztermékhez viszonyított aránya minden évben csökken, és amikor ma nyugdíjemelésről fogunk beszélni, meg annak a lehetőségeiről, ezt abban az összefüggésben fogjuk tenni, hogy úgy nyílik lehetőség nyugdíjemelésre, hogy közben csökkenni fog a nemzeti össztermékhez viszonyított államadóság. Tehát nem hitelből történik, nem külső forrásokból történik, a nyugdíjasokat megillető nyugdíjak kifizetése és megemelése, hanem saját teljesítményből. És ezt szeretném aláhúzni, hogy ne csak örüljünk a pénznek, hanem legyünk büszkék is arra, hogy képesek vagyunk ma már, mert Magyarország ma már képes arra, hogy saját erőből teremtse meg a szükséges pénzügyi alapokat. És ezek után, ha megengedik, azt szeretném még elmondani, hogy akkor hogyan is állunk itt az évvégi kasszánál. Persze a pénzügyminiszter mindig titkolózik, de rabasz keresztkérdésekkel ki szoktuk faggatni kormányülésen. És azt tudom mondani önöknek, hiszen ő mégiscsak a büdzsére figyel, hogy a magyar gazdaság az hozni fogja a 4% körüli gazdasági növekedést. Most várjuk a harmadik negyedéves számokat, ott mi egy váratlanul, mármint a közvélekedés számára váratlanul jó eredményre számítunk. A második negyedév az lanyhább volt annál, mint szerettünk volna, de úgy látjuk, hogy a harmadik negyedév az feszes lesz, és ezek a számok már megadják azt a tervezési biztonságot a számunkra, hogy ma úgy beszéljünk nyugdíjak kérdéséről, hogy számolhatunk egy körülbelül 3,94-4,1%-os gazdasági növekedéssel. Tehát ez a mai megbeszélésnek a biztonsági hátterét egy gazdasági teljesítmény adja, ami ebben az évben meg lesz. Most természetesen, ugye, ha valami jól megy, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor mindenki hátradőlhet, hanem hogy több a munka. Itt van nekünk rögtön, miután 3,5% fölötti növekedést várunk ebben az évben, az a kérdés, hogy akkor a nyugdíjprémium ügyét azt meg kell vitatnunk és el kell rendeznünk. Ugye tavaly is volt már két dolog, amire talán lehetünk büszkék. Az első, a nyugdíjkiegészítést, ugye, ami az infláció tervezetnél magasabb mértékéből fakadó különbözet, azt tavaly is megállapodtunk, törvény szerint oda is adtuk novemberben a havi nyugdíjfolyosítása egyetembe. Ez most is így lesz. Itt most van egy, a Kata talán pontosabb számokat tud, hogy az infláció az mennyivel magasabb annál, mint amit terveztük, és így van egy járandóság, ami megilleti a nyugdíjasokat, és amiket oda kell adnunk most november hónapban. Ennek meg is vannak a fedezetei, a pénzügyminiszter letette az esküt, hogy egy nagy zsákba elkülönítve ott a irodája sarkában ez az összeg rendelkezésre áll, csak ki kell kézbesíteni. A másik dolog, ugye ez a tavaly bevezetett, illetve tavaly, rossz szó talán a bevezetés, a tavaly először megtörtént ügy, hogy karácsony előtt 10.000 forintnyi utalványt tudtunk adni a nyugdíjasoknak. Most persze a pénzügyminiszternek csak ráutaló magatartása van, de én úgy láttam ezekből a mozdulatokból, hogy nem nincsen érv az ellen, hogy ezt ismét megcsináljuk. Tehát, hogyha idősügyi tanács is úgy dönt,
akkor én javaslom, hogy fontoljuk meg, hogy az idén ugyanúgy, mint tavaly, karácsony előtt menjen ki egy 10.000 forint értékű Erzsébet utalvány. És akkor ez az, ami tavaly is megvolt, és akkor most jutottunk egy harmadik dologhoz, ez a nyugdíjprémium. Ha megengedik, én a konkrét számok előtt mondanék valamit ennek a filozófiájáról. De szerintem ez ilyen még nem volt, mármint nyugdíjprémium, ezért ennek a mélyebb összefüggéseiről sem kényszerültünk gondolkodni. És ha jól belegondolunk, ez a nyugdíjprémium mégiscsak arról szól, amit úgy hívunk, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Mármint az egész ország, és ebben a nyugdíjasok is beleértendők. Tehát, hogyha a gazdaság jobban teljesít annál, mint amit egyébként józan észre el szoktunk gondolni, tehát mondjuk 3,5% fölött, ami egy kiváló teljesítménynek minősül, 3,5% fölötti növekedést tud produkálni a magyar gazdaság, akkor abból nyilvánvalóan többlet keletkezik az egész ország számára, hiszen a fizetésekben ez meglátszik, kevesebben vannak munkanélkül, akkor az ő zsebükbe is több pénz jut. Ugye a nyugdíjasok vannak körön kívül abban az értelemben, hogy a gazdaság növekedésének jótékony hatásából automatikusan nem részesülnek, mert ugye ők a nyugdíjszerű ellátás rendszerén vannak. És ugye a nyugdíjprémium azon a filozófiai meggyőződésen áll, hogy ha 3,5%-nál magasabb a növekedés, akkor ebből jusson a nyugdíjasoknak is. Amit ha most a mi mondjuk úgy, hogy jobboldali vagy nemzeti nyelvezetünkön és logikánkon szűrök át, akkor az azt jelenti, hogy miután egy nemzet vagyunk, ha sikeres az ország aktív része, akkor legyen sikeres az a része is, ami már inaktív, de akinek a munkája benne van abban, hogy a mostani aktívak sikeresek lehetnek. Azt hiszem, hogy ez az erkölcsi elvi alapja ennek az egész nyugdíjprémiumnak, és szerintem ez egy jó intézmény. Na most az idei számokról majd talán a Kata tud mondani valamit, azt minden esetre biztosan mondhatjuk, hogy 3,5% fölötti növekedés van, de érdemes ebből a szempontból vetni egy pillantást a 18-as évre is. Mert most szerintem persze az a pillanat van, amikor gratulálhatunk egymásnak ahhoz a teljesítményhez, hogy először Magyarország történetében nyugdíjprémium kerül kifizetése. Ilyen még nem volt. És ugye minden költségvetési évben én úgy kérem a pénzügyminisztert benyújtani a költségvetést, hogy mindenkinek a számára tegye lehet, hogy egy lépést menjen előre. Tehát senki nem akarja azt mondani, hogy már ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, ha egyáltalán emberileg van olyan, hogy az ember ott van, ahol lenni szeretne, ez egy nehéz ontológiai kérdés, most ne vitassuk meg, de a lényeg az, hogy az fontos, hogy minden évben mindenki úgy érzi, hogy van értelme a munkájának, mert egy lépést tett előre. És a nyugdíjprémium szerintem ehhez jól járul hozzá. És ha 18-as évre nézünk, hiszen a költségvetést már elfogadta a parlament, tehát most olyan 17-es évről fogunk majd beszélni, de én szeretnék egy kis kitekintést javasolni. Ha 18-as évre nézünk, akkor ott a nemzeti össztermék növekedése az 4,3%-ra van tervezve. Tehát valamivel még magasabbra is, mint az idei. Tehát amikor idén először fizetjük majd a nyugdíjprémiumot, akkor úgy kell gondolkodni, hogy jó reményünk van arra, persze 18-as évben sok minden történhet, zárója bezárva, nem azért jöttünk össze, hogy ezt megbeszéljük, de ott azért sok minden történhet, de ha a dolgok rendben mennek, és nem törik meg az ország fejlődésének az íve, akkor a 18-as évben is lesz nyugdíjprémium, tehát minden, amit most itt e tekintetben megbeszélünk és eldöntünk, az érvényes lesz majd a 18-as évre is. És most függetlenítve magamat a 18-ban várható mindenfajta események esetleges kimenetétől, azt szeretném mondani, hogy a terv az, hogy a növekedés továbbra is ebben a magasságban marad. Tehát ugye amikor nagy szóresz volt 2010-ben, és a gazdasági növekedés az mínusz tartományban volt éveken keresztül, akkor ugye azt a célt tűztük ki, hogy legyen gazdasági növekedés. Utána azt a célt tűztük ki, hogy a gazdasági növekedés érje el a 3%-ot. Most pedig ott vagyunk a gazdaság építésben, hogy az a célkitűzése a kormánynak, hogy 3-5% közötti sávba jöjjön be a gazdasági növekedés tartósan. 3,5%-nál van ugye nyugdíjprémium. És majd, hogyha tudunk még egy nagyobb lendületet venni, akkor talán egyszer azt is elérjük, hogy néhány éven keresztül 5% fölötti növekedési tartományban lesz a magyar gazdaság, de ez egy másik alapvetően az innovációval és modernizációval foglalkozó bizottságnak a témája, és kevésbé a mi mai témánk. De csak ebből annyi következik, hogy olyan kalkuláció nincs előttünk, amely a 3,5%-os nyugdíjprémium küszöb alatti növekedést tervezne. Tehát ami most megtörténik, arra érdemes úgy gondolnunk, hogy nem egy egyszeri esemény,
hanem úgy, hogy az első esemény, de aminek van lehetőség, hogy folytatódjon. Mind filozófiájában, amit én fontosnak tartok, hogy megerősítsünk, hogy egy csónakba ülünk mindannyian, mindegy, hogy fiatalok vagyunk, vagy idősebbek, jobbmódúak, vagy szegényebbek, de mindannyian egy nemzetnek vagyunk a tagjai, egy közösséghez tartozunk, olyan országot akarunk építeni, amelyben minden nemzedéknek megvan a maga helye, egy több generációs Magyarországban gondolkodunk, és a gazdasági növekedés ezt a filozófiát, gondolkodásmódot meg tudja erősíteni, és ezzel lehet is számít. Erre lehet is számítani már, amennyiben ez rajtam múlik majd. Nos, nyugdíjprémium. Itt ennek kifizetési rendje van. Itt van közöttünk szakértő, aki majd elmondja, hogyha a számok stimmelnek és beáll ez a helyzet, hogy nyugdíjprémiumot fogunk fizetni, akkor az hogyan és miképpen történik majd meg. Talán azt is meg tudják mondani, hogy most végül is hány százalékos növekedéshez mérjük a nyugdíjprémiumot, mert 3,5-nél kezdődik, és azt állítjuk, hogy az év végén 4,1%-os növekedés lesz, és ez lesz a nyugdíjprémium kiszámításának az alapja, ha jól értem, a 17-es évre nézve, ugye? Tehát ma azért jöttünk össze, hogy ezt a kérdéskört járjuk körül, és mindenki hozzá is a minden információhoz, hogy aztán a saját szervezetébe, ahonnan ide érkezett, ezeket a részleteket is el tudja majd mondani. Kata, elmondta el mindent, ami az én dolgom volt. Igen? No, hát akkor köszönöm szépen a figyelmüket. Én megismétlem, hogy jó emlékekkel gondolok vissza a tavalyi együttlétünkre. Szerintem az egy fontos együttlét volt. Nagy vita, ugye emlékeznek, hát itt ilyen kis csoportokba mentek a viták. Szerintem kiderült a tavalyi együttlétünkön az, hogy az a arszpolitika, ami szerint egyedül senki sem lehet okos, az időskorban is érvényes. Tehát jobb megbeszélni a dolgokat és közösen megtalálni valamilyen megoldást, mint egyszerűen csak egy jó vagy rossz hírt bejelenteni. Úgyhogy én szeretném kérni önöktől, hogy ez a kultúrája az idősügyi tanácsnak az maradjon meg. Itt mindig őszintén beszéltünk egymással. Nekem mindig hasznos volt, ha önöktől meghallhattam néhány információt, függetlenül egyébként attól, hogy éppen mi a tárgyalt napirendi pont. Tehát én örülök annak, hogy itt együtt tudunk lenni, és arra biztatok mindenkit, hogy a beszélgetésben a nyugdíjrendszeren túl, ha általános észrevételé vannak a politikát, a gazdaságpolitikát illetően, és megosztja azt velünk, az a segíti a munkánkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.